Napi szinten 38 volánjárat fordul meg Csengerben, ezek több száz helyi és környékbeli lakos utaztatását bonyolítják le a térségben. Az 5000 lelkes kisváros ugyan korábban is rendelkezett buszpályaudvarral. Az arra a célra szolgáló épület és parkoló sem területében, sem felszereltségében nem felelt meg a kor igényeinek. Az új létesítmény a városházához és a művelődési házhoz hasonlóan a Kossuth-díjas építész Makovec Imre stílusában valósult meg. Ez egy olyan multifunkcionális épület, ahol gyakorlatilag vannak bent irodák, lesznek bent különböző kiszolgáló helyiségek, végre a volán dolgozóknak lesz pihenő részlege, lesznek olyan külön vizes blokkok, amelyek a másik épületben nem voltak meg, és olyan egyéb szolgáltatási funkcióval is el lesz látva, amely a 21. században már nagyon fontos egy ilyen intézménybe. És mint ahogy tetszenek látni, ez az épület összességében 271 négyzetméter, tehát egy nagy épületről van szó, de az a terület, amit körbeveszi, ez több mint 8000 négyzetméter, tehát 0,8 hektár. A magyar szellemi és kulturális örökség kiemelkedő szeletét képviseli Makovec Imre munkássága. Erről már a külgazdasági és külügyminiszter beszélt a pályaudvar átadó ünnepségén. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az elmúlt 30 évben Csenger számos beruházásával bizonyította, hogy ezt az örökséget az építészhez méltóan és a jövő nemzedéke számára képes hasznosítani. Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy az önök településének, Csengernek már a hivatásává vált ápolni Makovec Imre örökségét, ezért engedjék meg, hogy a magyar kormány tiszteletét és nagyrabecsülését fejezzem ki önök előtt, hiszen Makovec Imre örökségét őrizni és ápolni igazi nemzeti kötelesség, igazi nemzeti feladat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akik ismerik az önök városának történetét, azt gondolom, hogy nyugodtan és mindenfajta túlzás nélkül állíthatják, hogy ez a város hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt esztendőkben. A térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a magyar hagyományok ápolása Trianon 100. évfordulóján különösen fontos egy határközeli városban. Kovács Sándor kiemelte, az új pályaudvar nem csak esztétikailag nyújt maradandót, a funkció bővítés az életminőség javításában is fontos szerepet játszik a környékbeliek számára. Valami újat, valamit letettünk annak érdekében, hogy egy adott város, de azt gondolom, hogy térség, vagy akár egy ország életében egy változás jöjjön, és olyan változás, ami az emberek életminőségét változtatja pozitív irányban, akár a biztonságos közlekedéssel, akár egy közösségi térben való együttléttel. Mindenféleképpen feladat ez a mostani kornak. Az új buszpályaudvart a használatba vételi engedély megadását követően néhány hét múlva vehetik birtokba a volán járművei és utasai. Az eseményen elhangzott, Csengerben jelenleg több jelentős fejlesztés folyamatban van, a közeljövőben bővítik a város szociális otthonát, és egy 500 fős börtönépítési munkálatai is hamarosan elkezdődnek.